projektől a Fedora 22 újdonságait fogom bemutatni. És, tehát a lényeg az, hogy kicsit mesélnék a Fedoráról is, akik nem tudnak, hogy mégis mi ez a Fedora, meg hogy gyakorlatilag mi is a lényeg az egésznek. Tehát a Fedorának a lényeg az az tulajdonképpen, hogy mi vagyunk a Red Hat-nak a, úgymond a fejlesztői platformja, amelyben a különböző újdonságokat rakja be, és tehát, hogy ami stabil lesz a Fedorába, az át fog kerülni a Red Hat Enterprise Linux-ba. A 22-es újdonságai, tehát egy kiadás újdonságai felhasználói, üzemeltetői, fejlesztői szempontból fogom felsorolni. Tehát felhasználói szempontból újdonságok ilyenek az, hogy az Elemental US-ből ismert Pantheon nevezetű asztali környezet fog a Fedora 22-be belekerülni. Tehát, hogy aki eddig az Elemental US-t használta az egyedi kinézete és asztali környezete miatt, az megteheti ezentúl azt is, hogy Fedorára felrakja. Másik ilyen újdonság az, hogy az LXQT nevezetű minimál előforrású asztali környezet is bekerült, ami Razor QT néven volt ismert, és az LXQT meg onnan jön, hogy az LXDA fejlesztői és a Razor QT fejlesztői egyesültek, a QT meg értelemszerűen azt jelenti benne, hogy QT könyvtáron alakul, tehát gyakorlatilag azt valósítja meg, mint a KDE, csak minimális erőforrás igényel, akkor ilyenek a szokásos asztali környezetek esetén, meg a GNOME-ból a legfrissebb 3.16-ös kiadás fog bekerülni, aminek az újdonsága az, hogy az értesítési felület, ami ugye eddig alul volt az alsó tárcán, az most felülre költözött, a dátumot jelzi ki. Másik fontos újdonság az, hogy a Linux 4.0-as rendszermagot fogja tartalmazni, aminek legfőbb egyik újdonság az az, hogy a River Kernel Patching nevezett funkció kerül be, amelynek az a funkció gyakorlatilag, hogy úgy lehet a rendszermagot a biztonsági frissítéseket befoltozni, tehát ami, hogy nem kell újraindítani a szervert, hanem menet közben lehet ezt megoldani. Másik általános felhasználói újdonsága a LibreOffice 4.2-es verziója. Hát jelenleg most mindenből a legfrissebb. Kerül be a Fedora 22-be, akkor még a másik újdonság, akik KDE-t kedvelik, azok a Plasma-t tudják majd használni. XFCS-eknek jó hír, hogy a legkisebb 4.12-es az fog bekerülni, akkor ugye van még a Mate, abból az 1.9-es verzió, fejlesztői, ezek voltak ugye a felhasználói, meg ugye az általános ismertetők, hát
fejlesztőiből, akik ugye fejlesztenek, azok, akik a Rubit kedvelik, annak jó hír, hogy a Ruby 2.2-es és a hozzátartozó Ruby on Rails fejlesztő keretrendszerből a 4.2-es verziót tudják használni. Ilyenek vannak még, hogy a GCC-ből a legfrissebb 5.0-as verzió használható, Perlből az 5.20-as, és még egy elég csomó dolog van még, ami elég be fog kerülni, és elég friss. Akkor üzemeltet szempontból is nézzük meg a rendszert, hogy milyen újdonságok vannak. Az újdonságok az, hogy a Fedora 21-től van már szerver kiadása a Fedorának. A Fedorában esetében ez úgy működik a szerver esetén, mint hogyha aki Windows Serverről hallott már, vagy üzemeltet, azt tudja, hogy a Windows Servernél meg lehet adni azt, hogy milyen szerepkörök vannak. Tehát, hogy mit tudjon az a milyen funkciókat szükséges tudnia ahhoz, ahol a környezetben fogják alkalmazni. Ez Fedora Servernél az úgy valósul meg, ez a szerepkörök, hogy van egy valakit nevezett program, amivel be lehet állítani, hogy most webszerver legyen, vagy esetleg a Sambát használva tartományvezérő legyen, vagy infrastruktúra szerver, tehát hogyha az infrastruktúra szerver az leginkább arra van, hogyha van egy központi gépünk, és gyakorlatilag gyorsan akarunk telepíteni, akkor onnan lehet akár úgy telepíteni, hogy előre beállított adatok alapján, úgyhogy a telepítés közben már a legfrissebb fejlesztések, frissítéseket is felrakja. Akkor van egy másik menedzsment eszköz, egy ilyen webes felületű, ezt Cockpitnek hívják. A lényeg tulajdonképpen az, hogy egy webes felületről tudjuk vezérelni a felügyetni a szervereinket, a klienseinket is, és be tudjuk állítani, hogy mikor melyik klienst tudjuk, mikor frissítjük meg, minden állapot információt tudunk, meg tudunk tekinteni, hogy a merevelme ezt tudjuk-e, tehát hogy tárhely hálózati kapcsolatok, akkor tehát, hogy be tudjuk befolyásolni a működését is. Természetesen ez nem csak Fedorával működik, tehát hogy akár meg lehet csinálni azt, hogy Fedora szerver fut, és a PS Debian, vagy Ubuntu, vagy egyéb disztribúció, tehát ahol van Cockpit, azt mármint a disztribúción, azon tudjuk menedzselni, és minden, tehát rendszergazdai teendőnket el tudjuk végezni. Akkor a másik fontos újdonság még a 22-esben, az, hogy ezek lényeges újdonságok, hogy ugye az eddigi grafikus szerver a szolgol, és ugye a képbe bejött a Vineland, amit ugye az internet kezdtek el fejleszteni,
és a Fedora 22 egyik nagy újdonsága pont ez lesz, hogy a szorgot a Wayland-ra fogják cserélni, és hogy ezt fogják használni 22-estől kezdve, ez lesz az alapértelmezett grafikus szerver. Másik lényeges újdonság az az, hogy a 22-estől lesz az, hogy eddig úgy a csomagkezelő az lesz cserélve, tehát hogy van egy DNF nevezetű új csomagkezelő a Fedorába, melynek a lényeg az az tulajdonképpen, hogy gyorsabban tudja kezelni a szervert, tehát a letöltő szervereket gyorsan tud frissítés közben, meg csomag letöltés közben váltogatni a szervereket, hogyha például az egyik szerverről nem tudja éppen letölteni az adott csomagot, akkor észrevétlen módon tud letölteni. A másik tükörre van egy CROG nevezetű eszköze is a Fedorában. Ez ilyen gyakorlatilag az a lényege a CROG-nak, hogy ilyen saját egyéni tárolót tudunk használni, mint az Ubuntu-nál a PPA. Tehát ezzel tudjuk a saját házi repunkat üzemeltetni, és a DNF-el segítségével ezt is tudjuk használni. Ez a CROG használata Yumnal is megoldott volt, is lehet használni. Akkor a másik az az, hogy a DNF-nek ugye mi az elejéz voltak az előnyei, és egy kicsit beszélnék a hátrányairól is. Jelenleg az a gond, hogy a Yumba, hogyha felrakjuk a Yumutis, akkor tudunk olyat csinálni, hogy egy kernet tudunk leszedni az összes függőségeivel. A DNF-be is lehet, csak itt nem nagyon kiforrott még a dolog, tehát a Yum esetén ez úgy ment, hogy Yum Auto Remover kernel, és akkor leszette a függőségeit, meg volt egy másik, a Package Cleanup Old Kernel Cont, és így ne lehetett szedni. A DNF-ben ez egy DNF Remove kernelre egyszerűsödik, akkor még tehát vannak dolgok, amik a DNF-ben még nagyon nem kiforradtak, és tehát például a Yum-mal le lehetett kérdezni egy csomagnak függőségi listáját, a Yum Deplist parancsa, ez DNF-ben jelenleg nem lehetséges, vagyis igen nehéz, bonyolult módon. A DNF-re, amikor ugye elkezdjük használni a Yum-ot, akkor kiírja a rendszer Fedora 22 esetén, hogy a Yum az már régi és nem támogatott, el lesz távolítva, így futassuk a DNF Migration parancsot, ami tulajdonképpen az azt csinálja, az a lényeg az egésznek, hogy a Yum-os adatbázist, amit használ, azt átmigrálja a DNF általi formátumba, és gyakorlatilag a régi adatbázist tudjuk használni. Én Fedora 22 alfa bétán kipróbáltam,
Hát is konvertálja, csak azt mondja, hogy van pár hiba benne, tehát hogy nem biztos, hogy úgy lesz, ahogy a régi adatbázisban volt, tehát ott érdemes ellenőrizni. Fedora 22-ben hivatalos frissítési út az már a FedUp nevezett program lesz hivatalos, mert ugye régen ez úgy működött, hogy beírtuk azt, hogy Joomla! Server enabled 21, meg tehát a verziószám, beírtuk azt, hogy distressing. Nek a lényeg ez pontosan az, hogy úgy frissíti le hát úgy feltünk kiadást, hogy közben lefrissíti magát a rendszert, meg szinkronizálja a tárolókat, csomagokat. FedUp-ban ez úgy megy, hogy megadjuk neki azt, hogy miről szeretnénk frissíteni, tehát hogy hálózatról, lokális tárolóból, vagy megadhatjuk neki azt, hogy akár egy lemezképből frissítünk, és akkor utána még meg kell adni neki azt, hogy van egy produktívos nevezetű kapcsolója a FedUp-nak, melynek lényege ez azt határozza meg, hogy azt a kiadást frissítünk, tehát ez a workstation, vagy szervert, vagy a Fedora 21-től bejött egy külnevezeti kiadás, amelynek lényege az az, hogy gyakorlatilag egy felhőszolgáltatást akarunk csinálni, kapunk egy nagyon minimális rendszert, egy dokumentumokkal, és erre tudunk építeni egy felhő alapú pár helyet, akár webszervert, vagy virtuális gépeket, vagy ami a képzeletünk szab. Tehát mindig meg kell adni azt, hogy milyen kiadást akarunk, vagy mondhatjuk azt is, hogy nem produk, tehát nem határozzuk meg közvetlenül a kiadást, hanem úgy, ahogy van, frissítse be az ő kiadásra, és gyakorlatilag egy zökkenőmentes kiadás frissítést csináljuk, akkor mit kell tudnék? Bocsánat, az idő lassan eljárult, hölgyem. Jó. Tehát, hogyha akinek van kérdése, gyorsan még feltehetsz. Meggondolom, hogy is már megtalálható lesz, amit nem akarom. Tehát hogy az a lényege most, hogy a 21-estől kezdve hatalmas változások voltak a Fedorában, meg még lesznek is. Tehát eléggé a keveredés is van. Tehát mi se tudjuk pontosan, hogy most éppen mi van, mert egyszerűen olyan gyorsan fejlődik a Fedorának a fejlesztése is. Olyan gyorsan történik, hogy egyszerűen ehhez képest még a Fedora Wikia is elavult. Hát, elég nehéz.